Sabine Ebert, A bába titka, 13. rész. 1168. júniusa, birodalmi gyűlés Würzburgban. A würzburgi császári rezidencia fogadótermében szorosan egymás mellett álltak a pompásan öltözött egyházi méltóságok és nemesek. A hárfások lágy dallamokat játszottak, a rengeteg gyertya méh viasz illatot árasztott, és értékes keleti eszenciák illata érződött. Az ablaknyílásokon beszűrődő napfényben ragyogott a sok drága ékszer és a finom aranyhímzések. Hedvig azonban a császárt nézte megigézve, a kereszténység leghatalmasabb emberét. Utoljára akkor látta, amikor még gyermekként apja udvarában élt, de csak halvány emlékei voltak a rövid találkozásról. Házasságuk óta Otto csak egyszer kereste fel a császárt 6 évvel azelőtt. Akkor az őrgróf vállalta a hosszú utazást Itáliába, hogy engedélyt kérjen Frigyestől, hogy a hűbérbirtokként kapott földből 800 tölöknyi területet egy kolostornak ajándékozhasson, amelyet a sötét erdőben akartak felépíteni. Hedvig akkor Dietrich közelgő születése miatt nem kísérte el a férjét Lodiba, aminek titokban örült is. Otto ugyanis nem volt teljesen őszinte a császárral, és Hedvig aggódott emiatt. Otto Frigyesnek egy bencés kolostor számára történő adományozásról beszélt. Ezzel szemben kezdettől azt tervezte, hogy cisztercieket telepít oda, akik erdőirtási tevékenységükről voltak ismertek. Minden esetre a császár nem kedvelte a cisztercieket, mert más pápát ismertek el, mint akit Reinhard von Dassel támogatott. Frigyes a hosszú évek alatt semmit sem vesztett hihetetlen kisugárzásából. A Stauf császár 40-es éveiben járt, haja még mindig vörösen ragyogott, emiatt kapta az itáliaiaktól a Barbarossa nevet. Arcvonásai szabályosak voltak, tartása büszke, tekintete éber. Még Otto is Frigyes bűvkörébe került, aki mely szemben a biztos távolból gyakran gúnyolodott a császár vörös szakállán, hiszen bizonyára nem a birodalmi gyűlés kimenetelétől való félelem volt az oka, hogy Otto megigézve bámulta a császárt. Kevés dolog volt, amelytől Hedvig férje félt. Valamennyi vállalkozása közben, beleértve a 100 fejedelmek lázadásában való részvételt, sem hagyta el az a meggyőződése, hogy tetterővel minden jóra fordítható. Most rajtuk volt a sor, hogy köszöntsék a császárt. Hedvig és Otto kiléptek a pompás öltözetű fejedelmek sokasságából, és a trónszék elé térdeltek. Otto, Meissen legkedvesebb fejedelme, régóta nem láttuk kegyelmedet az udvarban, de nem felejtettük el hűszolgálatait. Értékeljük az erdőirtási munkát is, amelyet végez. Bizonyára ez tartotta vissza attól, hogy részt vegyen a birodalmi gyűléseken. Ez és más ügyek. A császár arckifejezése változatlanul barátságos maradt. Semmi sem utalt arra, hogy milyen dühös az oroszlán Henrik elleni lázadás miatt. Álljon fel! Kegyed is, szép hölgy! Azt hallottuk, hogy elhozták kisebbik fiúkat is. Mutassák be nekem! Hedvig ragyogó mosolyjal nézett Frigyesre, meghajolt és intett Márténak, aki a fogadóterem szélén állt Dietrichkel, hogy küldje előre a fiút. Dietrich kitűnően teljesítette a feladatot. A sok nemes vendég szeme előtt egyenesen átvonult a nagy termen, és udvariasan meghajolt. – Mi a neved, fiatalember? – kérdezte a császár jóságos hangon. – Dietrich, felség! – a fiú világosan és tisztán beszélt, habozás és dadogás nélkül. – Úgy hívnak, mint a nagybátyádat, Ostmark derék őrgrófját? Bátor lovag, aki sok értékes szolgálatot tett nekünk. Választ példaképül őt, akkor 1-2 év múlva aprótként szolgálhatsz az udvarban, ha csak szüleidnek nincs más terve veled. Miközben a meglepett Otto köszönetet mondott a császárnak, Márte büszkén figyelte kis védencét, milyen nagyszerű volt a fellépése. A lány még mindig nem értette, hogy állhat ő a császár fogadótermében a nemes urak és hölgyek között, de Hedvig kifejezett óhaja volt, hogy Márte kísérje el Dietrichet arra az esetre, ha a császár látni szeretné. Amikor Márta elmondta, hogy a fiú már teljesen meggyógyult, a grófné a szavába vágott. Nem gyógyítóként van rá szükségem.
Hedvig megfogta a lány állát, és a szemébe nézett. Az első találkozásunk óta tudom, hogy olyan dolgokat látsz és érzel, amelyek mások előtt rejtve vannak. Még akkor is tudom, ha okosan titkolod mindezt. Azt szeretném, hogy ma mindent jegyezz meg, ami történik, és utána mondd el nekem a benyomásaidat. Hedvig erre az alkalomra finom ruhát és hozzáillő főkötőt adott Márténak, amelyekben a lány nagyon furcsán érezte magát. Mélyen a szemébe húzta a főkötőt, hogy amennyire csak lehet, elbújjon mögötte, és már alig várta, hogy visszaadhassa az idegen holmikat, és felvesse egyszerű ruháját. Márténak már Würzburg pompás templomaitól és lakóházaitól elállt a lélegzete. A császári rezidencia pompája az óriási dóm mögött, és a sok drága ruhát viselő ember összezavarták. A színek kavalkádja, a zene, a sok fény és illat elkábították érzékeit. Szorosan mellette Krisztián állt, aki alig beszélt vele, amióta megmentette őt Oswald és Ludolf fogságából, és ettől Márta még jobban megijedt. A lovag is büszkén tekintett Dietrichre, aki már visszafelé jött. Jól csinálta, mondta a lovag a fiúnak, akinek sugárzott az arca a boldogságtól. Nem minden 6 éves gyerek lépett ilyen bátran a császár színe elé, és még kevesebb 6 évesnek jutott az a megtiszteltetés, hogy apródként szolgálhatott a császár udvarában. Dietrich szeme ragyogott. A császárné még szebb, mint az anyám, lelkendezett, majd elgondolkodott az udvarias viselkedésen, és kiavította magát. A császárné olyan szép, mint az anyám, csak szebb a ruhája. Márte rámosolygott a fiúra, majd az érzékeire hagyatkozott, és a teremben történő dolgokra összpontosított, miközben a császár folytatta a birodalma nagyjainak köszöntését. Hedvig burgundiai Beatrixra pillantott, aki a császár mellett ült a trónon. Gondolatban utána számolt, a csodaszép, nyelveket beszélő és művelt Beatrix jó 10 esztendeje, 13 évesen, éppen ebben a teremben ünnepelte az esküvőjét Frigyessel. Nem sokkal később, a még egészen fiatal Hedvig hozzáment a nála ugyancsak 20 évvel idősebb Otto von Wettinhez. Beatrix fiatalkora ellenére megváltoztatta az egész udvart, trubadúrokat hozatott a birodalomba, és szint vitt az udvari életbe. Azt is beszélték, hogy a császár az első naptól kezdve rajong érte, és sok dologban hallgat a tanácsaira. Beatrix bátor volt. Ahogyan mesélték, Beatrix az év elejéig kitartott az itáliai Susa városában, amikor az nem akarta kiengedni a falai közül a császárt, így Frigyesnek egy szolgaruhájában észrevétlenül kellett elmenekülnie. Hedvig érezte, hogy Beatrix viszonozza a pillantását, és alig észrevehetően rámosolyog. A grófné viszonozta a mosolyt. Titokban nővérek lettek. Fiatal asszonyok, akik nem elégedtek meg azzal, hogy férjeiknek gyerekeket szüljenek, és csinos kellékek legyenek, ahogyan azt várták tőlük, eszüket és szépségüket arra használták, hogy a maguk oldalára állítsák a hatalmasokat, és befolyásolják a politikájukat. Veszélyes játék volt ez az egyházi személyek és a nemesek gyanakvó szemei előtt, akik ragaszkodtak hozzá, hogy az asszonyok hallgassanak, és egyébként is túl ostobák voltak ahhoz, hogy megértsék a nagyobb összefüggéseket. Okosnak kellett lenniük, hogy elkerüljék a nyílt és titkos áskálódásokat. Hedvig tekintete tovább siklott arra a párra, amely közvetlenül a császár és a császárné mellett állt, és utánuk a legtöbb pillantást vonzotta magára. Oroszlán Henrik és gyereklány felesége Matild. Henrik herceg az év elején vette feleségül nagy pompával az angol király Plantagenet Henrik és felesége akitániai Eleonora lányát. Ez okos húzás volt, látta be Hedvig. Így az angol király lett Oroszlán Henrik apósa, és ez tovább erősítette a herceg igényét a koronára. Hedvig figyelmesen szemügyre vette az angol királylányt, aki alig volt több 11 évesnél. Ha Matild a szülei temperamentumát örökölte, akkor Oroszlán Henrik a gyerek helyett nem sokára egy szenvedélyes és büszke nőt talál majd az oldalán, aki Dankwardrode bárát dalnokokkal, költőkkel, építészekkel, könyvfestőkkel és aranyművesekkel népesíti majd be, és beleszól a férje döntéseibe. Valamennyi európai udvarban arról beszéltek,
hogy Henrik és felesége Eleonóra verekszenek, majd kibékülnek, és közben egyikük sem enged egy fikasznyit sem. Úgy tűnt, mintha a sok pompa körülötte, de még a császár közelsége sem nyűgözné le annyira Matildot, mint a sötéthajú és szélesvállú férje jelenléte, aki ott állt mellette, és sötéten nézett szét a teremben. Hogy az angol király kisasszony is képes lesz-e az ujjaköré csavarni a férjét, majd akkor fog kiderülni, ha elhálták a nász éjszakát. Hedvig számára a kérdés az volt, vajon Matild is titkos szövetségese lesz-e, mint Beatrix, vagy éppen veszélyes ellensége. A fejedelmek felvonulása befejeződött. Hirtelen sistergő feszültség töltötte be a termet. Mindenki azt várta, hogy dönt a császár a száz nemesek sorsáról, akik elkövették azt a pimasságot, hogy csak harmadszorra tettek eleget a hívásának. Márte visszatartotta a lélegzetét. Útközben már hallott a vitáról, amelyet most kellett rendezni. Ottó jövőjétől függött a lány falujának sorsa is. Vajon a császár Szászország kegyetlen hercegének adja Meissen tartományát? Vagy talán új otthonát is felperzseli majd a háború? Szemével Hedviget kereste, akinek arca nem árult el semmit. Mellette az őrgróf olyan arckifejezéssel állt, amely nem megbánásról tanúsodott, csak alébb leplezett dacról. A császár egy pillanatig élvezte a csöndet, mielőtt erős hangja betöltötte a termet. Hű alattvalóim! Nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen nagy számban megjelentett a fogadónapon. Különösen örülünk annak, hogy végre a száz tartományok fejedelmei és püspökei is vállalták a hosszú utazást, hogy császáruk elé járuljanak, akik a múlt évben barátunkat és unokafivérünket, Szászország és Bajorország hercegét a már évek óta tartó vita miatt szorult helyzetbe hozták. Hedvig csak nehezen tudta megőrizni önuralmát. Már az a tény, hogy a herceg a császár mellett állt és nem a többi fejedelem között, arra utalt, hogy Frigyes továbbra is bizalmasaként kezeli őt. Most pedig félreérthetetlenül ki is mondta ezt. A császár arról volt híres, hogy az ellenségeit kíméletlen szigorral bünteti meg. Ha magához is veszi aprótként Dietriket, az még nem jelenti azt, hogy a fiú apja nem válik kegyvesztetté. Miközben a fejében dübörgött a vér, a grófné azokra a szavakra várt, amelyektől már egy esztendeje rettegett. A császár eddig barátságosan, kissé ironikus hangon beszélt, most azonban élesebbé vált a hangja. Figyelembe vesszük, hogy bizonyára megvolt az okuk tetteikre, és már többször járultak elénk panaszaikkal Henrik herceg ellen. Azonban, miután panaszaikat elutasítottuk, kegyelmedék nem fogadták el ítéletünket, hanem fegyverre keltek leghűségesebb bizalmasunk ellen. Frigyes kérlelhetetlenül pillantott körbe. A lázadásban résztvevő fejedelmek, lépjenek elő! Hedvig apja, medve Albert egyenes háttal a császár elé lépett, letérdelt és lehajtotta őszfejét. Őt követték fiai és Vas Lajos, Türingia tartománygrófja. A császár közvetlen kíséretéből előrelépett Ottó testvére Dietrich, Osztmák őrgrófja, és melléjük térdelt. Szinte vele együtt Ottó is előre ment, őt követték testvérei, Dedolf von Grojcic és Henrik von Wettin. Egyre több fejedelem sietett előre a sorok között, míg végül három tucat nemes térdelt némán, a császár előtt ítéletre várva. Márta felkapta a tekintetét. Bármi is történt, a lánynak úgy tűnt, hogy a császár nehéz helyzetben van. Nem tűrhette el, hogy a fejedelmei közül ilyen sokan leghatalmasabb vazallusa ellen harcoltak, ha továbbra is támogatni akarta oroszlán Henriket. Azonban egy ekkora méretű lázadás az egész birodalmat megrengetheti. Ha a fejedelmek fele fellázadt a herceg ellen, a császár nem tehette meg, hogy figyelmen kívül hagyja az indokaikat. Vajon a császárnak is hasonló gondolatok jártak a fejében? Frigyes szigorúan nézett az előtte térdeplő fejedelmekre. Számos egyházi személlyel együtt, akik majd Isten előtt felelnek a tetteikért, Stauf Frigyes sötét pillantást vetett abba az irányba, ahol a püspökök és érsekek álltak. Nem csak Szászország és Bajorország hercegének birtokait támadták meg, hanem megakadályozták, hogy velünk együtt Itáliába vonuljon. Nagyon hiányoztak erős csapatai, ezáltal minket
Az isteni kegyelemből maguk fölé emelt császárt is veszélybe sodorták, és kegyelmeteket terheli a felelősség mindazokért a veszteségekért, amelyeket Itáliában elszenvedtünk. A fogadóteremben olyan csönd honolt, hogy azt is hallani lehetett volna, ha egy tű a földre esik. De ahogy kegyelmetek is tudják, számunkra sokat számít a birodalom békéje és becsülete. A császár újra szünetet tartott, mielőtt kihirdette ítéletét. Hallják akaratunkat! Azzal a feltétellel eltekintünk a büntetéstől, ha minden résztvevő fegyverszünetet köt. Egy hetet adunk rá, hogy megtárgyalják ennek feltételeit. Azután örök időkre fejezzék be a vitát, ha továbbra is részesülni akarnak a kegyelmünkből. A császár intett az előtte térdelő fejedelmeknek, hogy álljanak fel. Ezennel elbocsátjuk kegyelmeteket, azt akarjuk, hogy azonnal kezdjék el a tárgyalásokat. A császár elegáns kézmozdulattal intett a meglepett Henrik hercegnek is, hogy kövesse a többieket, és keressenek egy termet a tárgyalásokhoz. Legrangosabb kísérete társaságában Oroszlán Henrik követte az ellenfeleit. Mit jelentsek Hedvignek? Töprengett Márte aggodalmasan. Bizonyára a grófnő is tudta, hogy a jelenlévők közül senki sem fogja beadni a derekát. Finom fonalak. Hedvig egyszerre volt megkönnyebbült és nyugtalan. A császár eltekintett ugyan a büntetéstől, de az apja és a férje arckifejezésén nem sok hajlandóság a megegyezésre Oroszlán Henrikkel. Mivel Hedvig nem csatlakozhatott a férfiakhoz, hanem várnia kellett, amíg a császár befejezte az audenciát, és elbocsátotta őt a többi jelenlévővel együtt, nem volt lehetősége rá, hogy lecsillapítsa a férjét. Miközben látszólag figyelmesen követte a további beszélgetést a számára érdektelen témákról, Hedvig gondolatai akörül forogtak, ami éppen a tárgyalóteremben zajlott. A kölcsönös vádaskodások, szemrehányások és vad fenyegetőzések körül. Apja évekkel azelőtt mesélte neki, hogy Oroszlán Henrik fiatal korában egyszer tárgyalás közben fegyvert ragadott, és letartóztatta Bréma érsekét és nagy prépostját. Amikor a császár és a császárné végre felemelkedtek, és elhagyták a termet, Hedvig megvárta, amíg a tömeg kissé szétoszlott, majd Dietrich keresésére indult. De nem jutott messzire. Egy előkelő öltözetű, körülbelül 10 esztendős aprót udvariasan meghajolt előtte. Melszeni Hedvig? A császárné kíván beszélni kegyeddel. Hedvig meglepetten követte a fiút, aki a rezidencián keresztül egy gazdag vasalatú ajtóhoz vezette őt. Bekopogott, majd beengedte a grófnét, meghajolt, és némán elment. Beatrix odaintette az egyik komornát, aki művészi kidolgozású serlegekbe vörös bort töltött neki és Hedvignek. A császárné helyjel kínálta a vendégét a tűz melletti székek egyikén. Büszke lehet a legkisebb fiára, grófné, mondta Beatrix finom mosollyal. Férje lovagnak nevelteti, vagy egyházi pályára szánja? Hedvig lehajtotta a fejét. A császár ma nagy kegyet gyakorolt a fiúval, amelyért kegyednek is köszönetet szeretnék mondani. Dietrich álma, hogy egyszer lovag legyen belőle, ezért a férjem nem tartaná helyesnek, a kolostorba küldenénk őt, ha hiányzik hozzá az elhivatottsága. Hedvig minden szót gondosan mérlegelt. Dietrich egyszer majd a Weissenfelsi területek fölött fog uralkodni, elsőszülött fiunk Albrecht pedig Meissen őrgrófságát örökölné. A háttérben ott lebegtek a szavak. Ha Albrecht tényleg megörökli Meissen őrgrófságát. A császárné egyetlen rezdüléssel sem mutatta ki, hogy megértette a titkos kérdést, de ő is gondosan megválogatta a szavait. Ki tudja, mit hoz a jövő? Szerencsére az asszonyok mérsékelni tudják férjeik gyakran túláradó temperamentumát. Vegye rá forró fejű férjét, hogy beleegyezzen a fegyverszünetbe, és nem essék baja. Hedvig megértette a ki nem mondott szavakat. Óvatosan így folytatta. Felség, mélységesen sajnálom, hogy a férjem kiváltotta a császár nem tetszését, de szándékai tisztességesek voltak, és a birodalom javát nézte. Bizonyos kétségek gyötrik a viszonyok miatt, amelyek kialakulhatnak, amíg a császár Itáliában tartózkodik.
Henrik olyan sok hatalmat gyűjtött, hogy nem tartná sokáig, és hátba támadja a császárt. Értem, és értékelem az aggodalmát. De ebben a kérdésben Frigyes nem fog hinni nekem, bízik oroszlán Henrik tisztességében, ellentétben velem. A titkos játék, amely mindenki szem előtt játszódott le, Hedviget egy mutatványos előadására emlékeztette, aki lélegzetelállító magasságban egyensúlyozott kötélen, és bármelyik pillanatban lezuhanhat. Az itt kimondott szavak nem kelthették a hallgatóságban azt az érzést, hogy Beatrix és ő beleavatkoznak a császár politikájába. Ha Frigyes a felesége tanácsai alapján hozná meg a döntéseit, az gyengeségeként foghatták fel, ilyesmi pedig nem fordulhat elő. Beatrix jelezte, hogy a beszélgetés véget ért, ami meglepte Hedviget. Meg volt győződve róla, hogy a császárné azért hívatta magához, hogy valami fontosat közöljön bele. Vagy csak a figyelmeztetésről volt szó, hogy bírja rá Ottót a beleegyezésre? Vagy talán nem vett észre valamit? Hedvig felállt és meghajolt. Mielőtt azonban kimehetett volna, Beatrix szinte mellékesen megjegyezte. Örülnénk, ha kegyed és férje gyakrabban megjelennének a fogadó napokon. A következő valószínűleg Goszlár városában lesz, amely újra a császár közvetlen uralma alatt áll. Ez volt tehát a titkos üzenet. Hedvig nehezen tudta leplezni csodálkozását, és meghajolt. Köszönöm kegyességét, felség. Megértettem, és megteszem, amit tudok. Hedvig gondolatai össze-vissza kavarogtak, miközben elhagyta a termet. Oroszlán Henrik nem ússza meg az ügyet büntetés nélkül. Ellenszolgáltatásként azért, hogy a császár támogatta őt, Frigyes újra elvette a hercegtől Goszlár városát, amelynek gazdag ércbányái megtöltötték a kincstárát. Ezt kellett Hedvignek közölnie Ottóval és szövetségeseivel, és az elégtételnek ez az érve kellett ahhoz, hogy beleegyezenek a békekötésbe. Hedvignek, amilyen gyorsan csak lehetett, beszélnie kellett Ottóval és apjával. Egy szolga megmutatta neki a termet, ahol az ellenfelek megkezdték a tárgyalásokat, és Hedvig a közelben várakozott. Nem lenne illendő beküldeni valakit az üzenettel, és nem is merészkedne be senki. Még a vastag falakon keresztül is hallani lehetett a benti heves veszekedés hangjait. Valaki csak kijön egyszer a teremből. Hedvig azért imádkozott, hogy a férje vagy az apja legyen az. Azonban Dietrich Otto temperamentumos öccse tűnt fel elsőként. Amikor kinyílt az ajtó, izgatott hangok hallatszottak a teremből. Dietrich határozott léptekkel Hedvig felé ment, és amikor felismerte, lelassította a lépteit. Egyszer kihívom párbajra ezt a fattyút, morogta Ostmark őrgrófja dühösen, de mosolyt erőltetett az arcára. Csak nem hallgatózott, nővérem, ahogy a bátyámat ismerem, amúgy is mindenről beszámol majd kegyednek. Hedvig megragadta Dietrich karját, és pár lépéssel arrébb vonta, hogy senki ne hallja őket. Ottó a testvérei közül Dietrichet tartotta a legtöbbre. Okos volt, és gyakran tartózkodott a császár udvarában, így megtanulta a tökéletes viselkedést. Ottóval ellentétben általában uralkodott a temperamentumán. A mostani izgatottsága mindent elárult a tárgyalások menetéről. Hedvig örült, hogy először Dietrichkel találkozott. A férfi penge éles esze a segítségére lehet. Szakítsa meg egy pillanatra a tárgyalásokat, fontos információk birtokába jutottam. Dietrich meglepetten nézett Hedvigre. Hogy képzeli? Puszta kézzel válasszak szét két farkasfalkát, amelyek egymás torkának estek? Hedvig rámosolgott. Valamit csak kitalál. Javasoljon egy étkezést a tárgyalások között, hogy megnyugodjanak a kedélye, vagy mondja azt, hogy hasznos lenne egy napig imádkozni vagy aludni, mert ebben a felzaklatott állapotban úgysem lehet egyességre jutni. Sürgősen beszélnem kell apámmal és a férjemmel. Tegye lehetővé, hogy beszélhessek velük. Meglátom, mit tehetek, mondta Hedvig sógora mélyet lélegezve, de remélem tudja, mit tesz, és a hír valóban fontos. Miután Márte visszavitte a kis Dietrichet a dajkához, aki mérges pillantást vetett a lányra, amiért az láthatta helyette a császárt, a szállására ment, hogy levehesse az idegen holmikat, és belebújhasson egyszeri ruhájába.
nem találta meg Hedviget, ezért kihasználta a nyugalmat, hogy elgondolkodjon a fogadóteremben történteken. Nem sokára Suzanne lépett be. Gyere, most nincs szükség ránk. Menjünk el a kereskedők pultjaihoz, hát ha találunk valami szépet. Mondtam, hogy új orvosságokra van szükséged, és engedélyt kaptam rá, hogy kimenjünk. Meg sem várta Márta válaszát, hanem magával húzta a lányt a kereskedők pultjaihoz, amelyek a császári rezidencia és a fogadónapra érkezett vendégek sátrai körül álltak. Márta ezúttal örült a változatosságnak, mert aggódott, hogy mit fog majd mondani Hedvignek. A benyomások elkápráztatták. Krisztián elutasító viselkedésétől annyira megijedt, hogy állandóan ez járt a fejében, és nem a Hedvigtől kapott feladat. Azon kívül életében most először volt némi pénze is. A fegyvermester és egy udvarhölgy útközben pénzérmékkel fizettek neki. Márta a komornát megszabadította az arcán lévő kiütéstől, a fegyvermester pedig úton Würzburg felé egy este arra kérte, hogy nézze meg a sebét, amely nem akart begyógyulni. Ebből az alkalomból Márta felajánlotta neki, hogy enyhíti köszvényes keze fájdalmát is. Némi morgás után Amulf beleegyezett, és nem sokára felsóhajtott az élvezettől, amikor Márta megmasszírozta hatalmas csontos mancsát, és bekente gyógyító olajjal. A pénzből talán vehet néhány vetőmagot a gyógynövényes kertjéhez, és valami apróságot Johannának és Marinak. Suzannéval kard-karba öltve haladtak a lármás tömegben. Márta érzékeit betöltötte mindaz, amit a kereskedők nagy hangon árultak. A pékek pultját olyan csábító illat lente körül, hogy Márta legszívesebben vásárolt volna egy darab süreményt, de uralkodott magán, nem tudta, mit kaphat a pénzért, és nem akarta elhárdálni. Nézd csak, egy dalnok! Kiáltotta Suzanne, és már oda is szaladt, ahol különösen sűrű volt a tömeg. Amikor elég közel értek ahhoz, hogy a lármától megértsenek valamit az énekből, Márta felismerte a dalt. Lábújhegyre állt, és izgatottá vált. Ez Ludmillus, úton a sötét erdő felé ismerkedtünk meg vele, mondta Suzannénak. Ludmillus, tényleg? Akiről azt beszélik, hogy a nevetőket sírásra és a sírókat nevetésre készteti? Kérdezte a barátnője csodálkozva. A két fiatal nő határozottan előre tolakodott, nem törődve azok dühös kiáltásaival, akiket félrelöktek. Engedj át, hájpacni! Kiáltott rá Suzanna egy kövér öregemberre, aki vaskosat káromkodott. Ludmillus éppen befejezte a dalt, lendületesen meghajolt a közönség előtt, fiatal, vörös hajú felesége pedig körbejárt egy sapkával, amelybe az emberek pénzt dobtak. Mártét meglátva a nő először meghökkent, majd felismerve őt, barátságosan rákocsintott. Szinte abban a pillanatban Ludmillus is felismerte a lányt, és felé indult. Napsugaram, mi az ott éppen téged a császári fogadónapra? Kérdezte a férfi meglepetten, és túlzó udvariassággal csókolgatta a lány kezét. A sors olykor a legkülönösebb helyekre sodor minket, válaszolta mosolyogva Márta. Hogy vagytok, és a kislányod? Hol van Hilárius? Mindent a maga idejében, szépségem. Nem várathatom a közönséget. Amíg még süt a nap, tele van ez a hely tömött erszényű adakozó hallgatósággal. Ha akarod, utána gyere velünk a fekete vatkan fogadóba. Meg kell kérdeznem, hogy engedélyezik-e, válaszolta Márta, akinek nem csupán a viszontlátás miatt könnyebbült meg a szíve. Tudta, hogy Hedvig szeretne egy jó dalnokot a várba. Suzannéval, aki irigyelte Mártét az ismerőseiért, meghallgatták Ludmillus dalait. Amikor a dalnok végül befejezte az előadását, ők is tovább mentek a sűrűn álló pultokhoz, amelyek csábító dolgokkal voltak telerakva. Márta megigézve nézte a finom szöveteket és a csillogó részgyűrűket, a ragyogó színű szalagukat és a csontból készült, szépen faragott fésűket. Márta a fésű után kutatott táskájában, amelyet Karl ajándékozott neki, miután az útonállókkal vívott harc során eltört a lába. Mint egy örökké valósággal ezelőtt történt volna. Márta sokáig nem akart tudomást venni róla, hogy Karl beleszeretett. Most pedig ő volt a mostóanyja, és ez nem tette éppen egyszerűvé a kapcsolatukat. Keveset beszéltek egymással. Karl
azonban megpróbálta megkönnyíteni a lány életét viprektel, és szó nélkül átvállalta a nehezebb feladatokat. Márte olykor elgondolkodott rajta, hogy vajon mi lett volna, ha Kárlhoz megy feleségül, és nem az apjához. De ennek a gondolatnak semmi értelme sem volt. Senki sem egyezett volna bele a dologba, hiszen Kárl még fiatal volt ahhoz, hogy saját háztartást alapítson. Márte félrevonta Zuzannét, és rejtve az emberek pillantásai elől, megmutatta neki a nála lévő pénzérméket. Mit kaphatok ezekért? Mit szeretnél? Kérdezte Zuzanna lelkesen. Márte egy pultra mutatott előttük. Egy kést a mostoha fiamnak, hajszalagot a mostoha lányaimnak, és néhány gyógynövényt vagy magot. Zuzanna elfintorította az orrát, mint mindig, amikor gondolkodott. Meglátjuk, jobb, ha rám hagyod a dolgot, és nem szólsz egy szót sem. Ezek az agyafúrt kereskedők azonnal rájönnek, hogy nem ismered ki magad, és kétszeres árat kérnek majd tőled. Neked viszont segítened kell nekem megfelelő szerelmi bájitalt keresni. Magával húzta Mártét a köszörűshöz, aki késeket is árult. A köszörűs azonnal rájött, hogy határozott vevővel van dolga. A legjobb portékát találjátok nálam, szépségeim, a legkedvezőbb áron, szólalt meg a férfi hangosan, majd a széles és keskeny pengéjű késekre mutatott. Susanna elfintorodott. Majd meglátjuk, tényleg olyan élesek a kések? Ez például már rozsdásodik. A kereskedő sértődötten és élénken tiltakozott, és aggodozni kezdett Zuzannéval. Márta látta, hogy azok ketten a szokásos játékot játsszák egymással. Amikor Zuzanna már ott akarta hagyni, a kereskedő hirtelen beleegyezett az árba, amelyet Zuzanna utoljára ajánlott neki. Márta így megszabadult egy pénzérmétől, cserébe viszont kapott egy nagyszerű kést Karl számára. Susanne ugyanilyen ügyesen alkudozott egy piros és egy kék hajszalagra Johanna és Marie számára. A visszajáró pénzért Márte még magokat akart venni, amelyeket elvetett volna a kertjében, hogy aztán főzeteket készíthessen a növényekből. Előtte azonban Susanne a piac szélén álló sátorhoz húzta barátnőjét, ahol egy ráncos vénasszony ravasz arckifejezéssel méregette őket. Szerelmi bájitalt szeretnétek? Kérdezte az üregasszony, és átnyújtott Zuzannének egy apró agyagkorsót. Titokban keverd ezt a férfi ételébe vagy sörébe, és szeretni és kívánni fog még akkor is, ha nem is fiú gyermeket szülsz neki, hanem lányt. Zuzanna elvette a korsócskát, és odaadta Márténak. A lány kihúzta az apró dugót, amely lezárta a nyílást, és beleszagolt. Birkavizelet egy kis macskagyökérrel keverve, suttogta Márte Zuzanna fülébe. Tényleg ezt akarod a jövendőbeli férjed sörébe önteni? Ezért inkább elver majd, mint megkíván. Susanna sértődött arcot vágott. Tudsz mást is adni? Kérdezte az öregasszonyt. Ó, ennek még erősebb a hatása, ha titokban kifőzöd, és egy kis vizet adsz hozzá. Akkor soha nem fog más asszonyra ránézni sem. Anyám szeme világára esküszöm. Az anyja valószínűleg vak, vagy már régen nem él. Gyere innen! Sziszegte Márte Susanna fülébe, és kihúzta a sátorból. Azonnal visszajövök, szólt vissza Susanne. Kint duzzogni kezdett. Te is tudod, mire kell a főzet. Keressünk tovább, ajánlotta Márte. Az öregasszony egy csaló, biztos találunk valami jobbat is. Márte tovább akart menni, de egyszerre megtorpant, és visszafordult. Mi az? Kérdezte Susanne. Márte azonban felemelte a kezét, és figyelmesen körülnézett. Egy pillanatra, mint a meglátott volna valakit, aki ismerősnek tűnt. Szemes sarkából egy fekete árnyékot látott elsuhanni. Valóban Otto asztrológusa lett volna? Lehetséges lenne? És ha igen, vajon a férfi észrevette őt? Elgondolkodva fordult vissza a barátnőjéhez. Mint ha láttam volna valakit. Susanna nem hagyta nyugton, amíg Márta el nem mondta neki a gyanúját, majd mindketten körbenéztek. Azt beszélik, az asztrológus el akarta árulni Otto terveit Henriknek, mesélte Susanne. Röviddel azután, hogy Krisztián mindezt kiderítette, és Otto bezáratta az asztrológust, az egy támadás után titokzatosan eltűnt. Néhányan úgy vélik, hogy a támadók szabadították ki. De az is lehet, hogy az asztrológus titokzatos varázsereje segítségével köddé vált. Susanne megragadta Márte karját. Az is lehet, hogy már Oroszlán Henrik kíséretéhez tartozik, de hogyan deríthetnénk ki?
Nem mutatkozhatunk ott, főleg te nem. Márténak eszébe jutott valami. Ludmillus, énekelhetne Henrik embereinek, és közben körülnézhetne. Gyere! Amilyen gyorsan csak lehetett, átvonszolta Suzannét a térre, ahol az énekessel találkoztak. Külön utakon. Hedvig türelmetlenül várta a férjét. Néhány próbálkozás után félretette a kézi munkáját, visszautasította a neki felkínált édességeket, és a zsoltárok olvasásához sem volt ezúttal elég nyugodt. Becsukta az értékes könyvet, és fel alá kezdett járkálni. Otto és a többi fejedelem még mindig a fegyverszünet feltételéről tárgyaltak, amelyet a császár követelt tőlük. Hedvig utált várakozni, miközben máshol döntések születtek. Most azonban nem volt más választása. Sógora Dietrich, ahogyan ígérte, gondoskodott róla, hogy Hedvig beszámolhasson Ottónak és az apjának a császárnéval folytatott beszélgetésről. Az új hírek természetesen nagy izgalmat keltettek. Ha a szövetségeseik megtudják, hogy oroszlán Henrik is büntetést kapott, akkor ez az elégtétel növelheti hajlandóságukat a kompromisszumra. Hozzátok ide Mártét! Parancsolta végül Hedvig, nem sokkal később egy komorna megérkezett a lányjal. Márta letérdelt, de Hedvig gyors kézmozdulattal közelebb intette magához. Köszönöm, hogy elhoztad nekem ezt a dalnokot, tényleg kivételes tehetségű. Megkérem a férjemet, hogy hívjuk meg a várba, és vegyük fel a szolgálatunkba. Márta elmosődött. Tudta, hogy Ludmillus Hedvig titkos megbízásából már régen Aloysiust keresi. Ha Krisztián apjának történetére gondolt, amelyről Józefa mesélt neki, akkor a kémkedés valóban a dalnokok elterjedt melléktevékenységének tűnt számára. Hedvig előrehajolt. Azt hallottam, hogy ma délelőtt a kisebbik fiamat kellett ápolnod, mert megverték, de nem a dajka és nem valamelyik tanára. Ki volt az? Márta zavarodottan topogott. Bocsásson meg, úrnőm, Dietrich megígértette velem, hogy ezt nem árulom el. Valóban? A grófné felhúzta a szemöldökét, sötéten a lányra nézett, és válaszra várt. Nem szívesen hallaná a választ, motyogta Márta. Szóval Albrecht volt az, következtette ki Hedvig a homlokát ráncolva. Márta felsóhajtott. Mivel már úgy is tudja. Otto idősebb fia gyorsan megtudta, hogy öcsét az a megtiszteltetés érte, hogy a császár udvarában szolgálhat aprótként. Dűvel és irítséggel telve megszökött nagyapja kíséretéből, lesben állt, majd úgy összeverte Dietrichet, hogy Márténak be kellett kötöznie a fiú melkasát, mert két bordája is eltört, és vasfű borogatást kellett tennie a fiú bedagadt bal szemére. A gyermek arca és teste tele volt horzsolásokkal és kékfoltokkal. De Albrecht sem úszta meg sértetlenül az egyenlőtlen küzdelmet. Ahogyan Dietrich büszkén mesélte, bátyja is kapott néhány ökölcsapást és rúgást. Még mielőtt Hedvig megszólalhatott volna, Otto viharzott be, és öles léptekkel Hedvighez ment. Elégedettebbnek tűnt, mint az várható volt, és égett a tetvágytól, de Márta nyugtalanságot érzett e mögött. Azonnal hívast Krisztiánt, utasított egy apródot, aki rögtön útnak indult. Ne aggódjon, drágám, csak egyességre jutunk oroszlán Henrikkel, mendörögte Otto, miközben megfogta felesége jobbját, és megcsókolta a kezét. Vidámnak tűnt, amikor felemelte fejét, és hozzáfűzte. Legalábbis a következő udvari fogadónapig. Egy kézmozdulattal kiküldte a szolgákat, és a Hedvig kíséretében lévő asszonyokat a szobából. Amikor Márta le akart menni a lépcsőn, Krisztiánnal találkozott. A lány lesütötte a szemét, és a falhoz húzódott, hogy elengedje a lovagot, miközben a szíve olyan hevesen dobogott, hogy attól félt, hogy a férfi meghallja. Tudod, mit jelent a császár döntése a terveinkre vonatkozóan? Kérdezte halkan Hedvig. Ottónak nem állt szándékában halkabban beszélni. Természetesen, ha a császár elveszi Henriktől a goszlári bányákat, akkor nekünk sem fog bányákat ajándékozni. Ez azt jelenti, hogy csak egyet tehetünk, tényekre van szükségünk, és a lehető leghamarabb be kell indítanunk a bányát. Aztán majd meglátjuk. Azt kívánom, bár csak óvatosabban kezdenél a dologhoz. A bánya felségjük a császár kezében van, minden az övé, ami egy ekenyomnál mélyebben van a földben. A császár engedélyére van szükséged az ércbányászathoz.
Soha és semmilyen körülmények között nem kapnánk meg az engedélyét. A császár a Christiansdorfi lelőhelyeket ugyanúgy magának akarná, mint a goszlári bányát, ha a lelőhelyek gazdagnak bizonyulnak. Először ki kell derítenünk, hogy tényleg megéri-e a dolog, és biztosítanunk kell magunknak a szokásjogokat. Nem azt mondta Krisztián, hogy az érc az utakon hever? Akkor csak össze kell szednie. A császárnak pedig valamikor szüksége lesz a támogatásunkra, hogy a fiát királlyá válasszák. Akkor majd eljön a pillanat, amikor bányászati jogot kérünk tőle, de nem előbb. Ottó cinikus mosollyal nézett a feleségére. Nem gondolod, hogy megvan a maga bája, hogy éppen abban a pillanatban, amikor Henrik kénytelen lemondani a goszlári bányákról, mi saját bányát nyitunk, amely talán még gazdagabb lesz? Hedvig is mosolygott. De igen, nagyapám neve egykor gazdag Ottó volt. Talán neked is sikerül ezt elérned. De nem lenne szabad szétosztanunk a zsákmányt, mielőtt leterítettük volna a vadat. Egy szolga jelentette Krisztián érkezését. Éppen jókor jön, köszöntötte Ottó a lovagot, aki térdet hajtott és várta a parancsot. Lovagoljon a hátszegységbe, és hozza el a bányamestert, akiről beszélt nekem. Valamint annyi embert, amennyire szükség van annak megvizsgálásához, hogy a faluban valóban ez is található-e. Mindent a legnagyobb csendben intézzenek. Amennyiben beigazolódik a feltevés, akkor jövőre több bányászt is hozatunk. Először azonban csak kevesen jöjjenek. Ha a bányamester valóban összevezett az urával, akkor ő és a családja amúgy sem fognak feltűnést kelteni. Krisztián meghajolt. Ahogy parancsolja, uram. Még ma induljanak útnak. Amilyen gyorsan csak lehet, hozzák el a bányászokat a faluba, hogy elkezdhessék a munkát. Az asszonyok a háztartáshoz szükséges dolgokkal majd később követik a férfiakat, ha felpakolták a szekereket. Felőlem vigye magával a barátait is, akik a második menetet vezethetik, és néhány fegyverest kíséretül, hogy ne kelljen ottani zsoldosokat bérelniük. Az út oka és célja maradjon titokban. A kamarás ad kegyelmednek pénzt az útra. Krisztián bólintott és felállt, hogy elhagyja a szobát. Ottó még utána szólt. Ha a bányászok találnak valamit, azonnal értesítsenek. Krisztián már azon gondolkodott, hogy mikor érkezhet vissza legkorábban a faluba, ha minden jól megy, hol helyezi el a bányászokat és a többi lakost, akik majd ősszel érkeznek. Először azonban még itt volt dolga. Megkereste Gerót és Richardot, és megkérte őket, hogy kísérjék el Goszlár felé. Lukászt utasította, hogy nyergelje fel a lovakat, és mindent készítsen elő az út induláshoz. És én? Rám nincs szükséged? Kérdezte Rajmund. Krisztián barátja vállára tette a kezét. Jobban szeretném, ha a gyűlés után gondoskodnál róla, hogy már te biztonságban hazajusson. Természetesen, bízhatsz bennem. Ezután Krisztián megkereste Mártét. Nagy meglepetésére a fegyvermesternél találta a lányt. Éppen a férfi közvényes kezét dörzsölte be egy jó illatú kenőccsel, miközben az élvezettel sóhajtozott. Amulf tette egy megjegyzést, amelyen Márte elmosolyodott. Krisztián újra elcsodálkozott a lány képességén, amelyen a legdurvább férfiakat is meglágyította, és újra megcsodálta a lány ritka mosolyát. Amikor Márte észrevette a lovagot, megmerevedett. Mi a baj? Kérdezte Amulf, akinek csukva volt a szeme. Amikor lustán felpillantott, felismerte Krisztián, akit Márte komoly pillantással figyelt. Mi az, fiú? Te voltál a legjobb azok közül, akiket bajvívásra tanítottam, de ez még nem jogosít fel arra, hogy elvont a kis gyógyítónőm figyelmét. Tiltakozott az öreg fegyvermester. Minden alkalommal, amikor kezelésbe veszi a kezemet, mint a újján születnék, és alig érzem a kard súlyát. Isten ments, válaszolta Krisztián. Leült egy zsámolyra, és csak annyit mondott. Várok, amíg véget nem ér a kezelés. Márténak nehezére esett Krisztián jelenlétében a munkájára koncentrálni. Végül megtörölte a kezét egy kendőben, és összepakolta a dolgait. Holnap újra eljövök, küldessen értem, ha ráér, mondta a lány Amulfnak, és merev léptekkel Krisztiánhoz ment, aki némán figyelte őt. A lovag felállt. Az őrgróf titkos feladattal bízott meg. Lukász és én több mint egy hónapig leszünk távol. Rajmund majd hazakísér, amikor Ottó és kísérete felkerekedik. Márte elsápadt, és némán a padlóra bámult. A lovag nem tudta kitalálni a gondolatait, bár mindent megadott volna érte. Miután Krisztián megbocsátatlan módon elvesztette önuralmát a lánnyal szemben,
Már soha nem fog gondtalanul beszélni vele. Másnap reggel, közvetlenül a mise után, Márta elindult a fekete vatkan fogadóba, hogy találkozzon Ludmilusszal. Mivel nem keresette fel egyedül a fogadót, anélkül, hogy hírbe ne hoznák, és mert Krisztián elutazása miatt még jobban kellett félnie Randolftól, megkérte Amulfot, hogy adjon mellékkíséretet, hogy teljesítesse Hedvig megbízását. – Egy dalnokot kell meghívnod? – kérdezte jókedvűen Amulf. – Akkor magam kísérlek el. Kíváncsi vagyok erre a Ludmilusra. Nagyszerű történeteket mesélnek róla. Az öreg harcos felkötötte a kardját, és utat tört maguknak az emberek tölnyüsgő utcákon. A fekete vatkan fogadó a korai óra ellenére már tömve volt. A dalnokok elmentek a reggeli misére, tájékoztatta őket nyájasan a ritkás hajú vastag szájú fogadós, aki piszkos kötényt viselt. Nem gondoltam volna, hogy ezek a mutatványosok ennyire istenfélő emberek. Várjatok itt, bizonyára nem sokára visszaérnek. Fejével a sarokban álló padra mutatott, ahol még akadt hely, ha a többi vendég összehúzza magát. Amulf átverekedte magát Mártéval a tömegen, és odadobott a fogadósnak egy pénzérmét, aki azonnal hozott nekik két korsó sört, kenyeret és sajtot. Egyél csak, leányom, szükséged van rá, mondta Amulf bátorítóan, és maga is derekosan enni kezdett. Azonban alig törték meg a kenyeret, amikor kinyílt az ajtó, és Ludmillus lépett be a söntésbe. Márte intett a fegyvermesternek. Amulf felállt, és a dalnokhoz ment. Te vagy Ludmillus? Kérdezte tőle. Ludmillus egy pillantást vetett a felfegyverzett férfira, és elsápadt. Gyorsan Hilariusra pillantott, aki erre azonnal fogta a fiatal nőt és a kislányt, hogy velük együtt eltűnjön a teremből. Ne, nincs miről félniük, mondta gyorsan a fegyvermester, akinek nem került el a figyelmét a reakciójuk. Maga mellé húzta Mártét, aki közben utána jött. A Meiseni őrgróf és felesége megbízásából kérdezzük, hogy nincs -e kedve ma este énekelni és zenélni nekik. Ludmillus fellélegzett. Gyorsan összeszedte magát, magára öltötte a mutatványos poszt, és lendületesen meghajolt. Örömmel, nemes vitéz, de engedje meg, hogy előtte beszéljek pár szót ezzel a szép leánnyal. Arnulf Mártéra pillantott, aki beleegyezően bólintott. A dalnok a fogadó udvarára vitte a lányt, ahol mindenki láthatta, de senki sem hallgathatta ki őket. Ludmillus halkan így szólt. Itt feltűnés nélkül beszélhetünk, nem úgy, mint a rezidencián. Tegnap este Henrik herceg előtt énekeltem, és végül arról kérdezősködtem, hogy van-e ott egy tudós, aki kiszámolná nekem a legjobb csillagállást egy esküvőhöz. A fickó, aki ezt küldtek, és aki a kamrája küszöbét sem engedte átlépni, éppen úgy néz ki, mint ahogy leírtad nekem. Erről értesítenem kell a grófnét. Ludmillus megragadta Márte karját. Légy óvatos, veszélyes játék ez. Talán jobb, ha megtartod magadnak a hírt, és nem keresztezed a fickó útjait, amíg Würzburgban vagytok. Ludmillus megfogta a lány másik kezét is. Maradj ki ebből, nézd csak magadra. Mi lett abból a vidám lányból, akit útközben megismertem? Megölt téged a bánat. Márte szeme égni kezdett. Nem szabad feladnod magad, kérlelte Ludmillus. Nem tartozol azok közé, akik szerelem nélkül is tudnak élni. Ludmillus halkan egy szerelmes énekbe kezdett. Márte eltakarta az arcát. A következő pillanatban ott termett Amulf, és durván megragadta a dalnok karját. Hé, mit csináltál vele? Márta gyorsan megtörölte az arcát. Hajd, Amulf, nem bántott, nem akart rosszat. A fegyvermester bizalmatlanul méregette Ludmilluszt. Elfelejtetted, hogy én vagyok az, aki a sírókat felvihítja, és a vidámakat megrígatja? Mondta Ludmillus. Akkor gondoskodj róla, hogy a lány újra nevessen, morogta Amulf. Majd máskor. Olykor az el nem sírt könnyeknek is utat kell engedni, válaszolta az énekes lágyan, és elment a lantjáért. Krisztián még egy napja sem volt távol, amikor egy idősebb aprót érkezett Mártéhoz. Egy lovak keres, hozd magaddal az olajokat és kenőcsöket. Márténak nem tetszett a fiú arckifejezése. Az ösztönei azt súgták, hogy jobb lenne inkább elmenekülni, mint a fiút követni. Azonban, ha valamelyik úr kérette, nem mondhatott nemet. Fogta át a kosarát, és követte az apródot a lovagok szálláshelye felé. Ez az, mondta a fiú. Kopogott az ajtón, majd hátra lépett. Márte habozott. Legszívesebben azonnal megfordult volna.
A következő pillanatban belülről kinyitották az ajtót, az apród belökte a lányt, az ajtó pedig bezárult mögötte. Amikor Márta megfordult és menekülni akart, az egyik férfi bezárta az ajtót és rávigyorgott. Giselle Bell volt az, Randolph hájas barátja. Randolph az ajtóval szemben át keresztbe tett karral és a lányra mosolygott, amitől Márta ereiben megfagyott a vér. Ha-ho, kedvesem, szólalt meg az óriás nyugodt, de annál fenyegetőbb hangon. Úgy látom, tudsz hallgatni. Semmit sem meséltél Krisztiánnak a látogatásunkról, nem igaz? Két lépést tett a lány felé. Figyelmeztettelek, tehát tartsd még egy kicsit a szádat. Megragadta a lány haját, és hátrahúzta a fejét. Márta kosara leesett, és egy kis agyakkancsó eltörött, és erős menta illatot árasztott. Miért fizessek egy drága szalját Würzburgban, ha ezt itt ingyen is megkapom? Szólt oda Randolph a barátainak, akik nevetésben törtek ki. Nem tudom, valahogy nagyobb élvezetet okoz egy szűzlány, aki sikoltozik és vadul kapálódzik, szólalt meg Giselle Bert. Megkapod, amit akarsz, válaszolta Randolph, vagy üsd addig, amíg nem csinálja azt, amit szeretnél. Fenyegetően Mártira nézett, aki megmerevedett a férfi könyörtelen szorításában. Ha azt gondolod, hogy elbújhatsz Krisztián vagy Otto mögé, akkor nagyot tévedsz. Senki sem fog hinni neked, senki sem segít rajtad. Minden nap idehozatlak, és semmit sem tehetsz ellene. Megértetted? Márta néma maradt. Egész idő alatt ettől a pillanattól rettegett. Az egyszerű emberek ki voltak szolgáltatva a hatalmasok kényének, kedvének. Ez sohasem fog megváltozni. Csupán annyit tehet, hogy megfosztja őket a félelme okozta élvezettől. Randolph olyan durván hátra csavarta a lány kezét, hogy az előre görnyedt. Aztán arccal lefelé az ágyra dobta, és felhajtotta a szoknyáját. A férfi testsúlyától elállt a lélegzete, miközben az dühötten belehatolt. Márta kínjában az ajkába harapott, de egy hangot sem adott ki, és nem védekezett. Semmit sem ért volna el vele. Csak magyarázkodhatott volna a kék foltok, a folytogatás nyomai, vagy egy kivert fog miatt. Szeméből könnyek csorogtak, egész teste égett a fájdalomtól. Giselle Bertnek igaza van, jobban tetszel a sikoltozol közben, de majd az is eljön, mondta Randolph, miközben a ruháját igazgatta, majd intett a következőnek.